Szervusztok, Csonti vagyok, ez pedig egy ismételt saját visszajátszás lesz a StarCraft 2 Heart of the Swarm játékából. Ellenfelem, Kék Terra játékos a jobb felső sarokban, a ring jobb felső sarkában, Beard névre keresztelve, jó magam pedig a ring bal alsó sarkában, a piros zergel szokás szerint. Szeressük a zergeket. Azért is találó név ez a ring, mert a térkép nem más, mint a Neoplanet, aminek érdekessége, ugye, hogy nincsenek szelnyagatornyok, és egy ilyen kör alakú pálya van, és a belső körben pedig két arany minerálmező található, amelyek semmilyen módon sincsenek egymástól elválasztva, így akár ádász harcok is mehetnek értük a végjáték során. Bár ilyet én még senkinél sem tapasztaltam, de az opció mint olyan megvan rá. Na, közben teljesen szokványos játékindítást láthatunk. Én nekem az Overlordom az már gőzerővel teper a Terrán bázis irányába felfedni, hogy mire készül az ellenfelem. A Terrán pedig falazik. Ez egy újfajta rádiótoronnyal ellátott supply depot. És az SCV most épp arra vár, hogy meglegyen 150 minerál. Igen, ez megvan, és most már pakolja is le a barakkot. Jól bevált taktika, kicsit begyorsítom a történéseket, hogy hamarabb jussunk el a tényleges akcióhoz. Készül a gáz, úgyhogy valószínűleg maraudereket, vagy pedig a Reapert fogja előhozni. Attól függ, vagy esetleg egyből már a Factory-ra gyúr és Mac-re fog rámenni. De a Terra játékosoknál mostanság nagyon népszerű az első pár percben a Reaperrel való zaklatása, főleg a Zerg játékosoknak. Közben nálam már készül a második bázis, és a spawning pool is lehelyezésre került, ott bugyog és tekergőzik benne ez a lárva, aki hamarosan már egy keltető medenceként folytathatja tovább pályafutását. Milyen nagyszerű pályatervek, nem? Vagy életcélok? Te mi leszel, ha nagy leszel? Én orvos. És te? Én keltető medence. Na jó. És közben már úton is van az első Reaper. A Reaperekről annyit, hogy a Heart of the Swarm-ban kaptak egy olyan új képességet, hogyha egy pár másodpercig harcon kívülre kerülnek, akkor elkezdenek regenerálódni. Így a játék első pár percében igen kiváló zaklató egységként tudnak üzemelni. Elsősorban zergek ellen lehet őket nagyon jól alkalmazni, kisebb mikróval, több dolgozót is le tud szedni, na, és hozzá is látott áldásos tevékenységet. Gyorsan két dolgozót rá is szabadítok, egy meghalt sajnos, a második még megdolgozza kicsit, és kijött a Queen. Igen, és nagyjából a Reaperök a Queen érkezéséig tudnak úgy komolyabb károkat okozni. Hát itt egy dolgozót sikerült neki elejtenie, közben két gázra is rászabadítottam a munkásaimat, két gázkitermelő helyre, és a második bázist is próbálom felvirágoztatni és életre lehelni. Na, itt a Reapertől félve lekerült egy Spinecrawler, így erre az északi felére, a déli felén meg itt a másik királynő, míg a Terra játékos Beard is most már a második bázisát heggeszti. Na, újabb Reaper érkezik, de ez most már igen kemény ellenállásba fog botlani. Itt is északról egy Spinecrawler, délről pedig a királynő fogja lefedni a Reaper zaklatást. Na, mindeközben a Terra játékos két új barakkal készül, tehát egy biológiai hadviselést fog előkészíteni. Jó sok marinnal, marauderrel, esetleg most már gyakran tesznek helionokat is a mixbe, amiket átalakítva helbetté ugyanúgy a medevekok által gyógyítható biológiai egységek lesznek. Na, és a második Reaper is elpatkolt. Nézzünk egy veszteséglistát. Hát, sikerült a Terra játékosnak már most hátrányba kerülnie. Na jó, ez mondjuk még semmit nem jelent, de azért ilyenkor egy kicsit az ember magában. Na, két reaktor és egy techlab, és ott készül a gyár a mechanikus egységek számára. Ott érkezik a Mule. Ha valaki esetleg nem tudná, a Mule-okat a Terra játékos
az Orbital Command Centerből tudja lehívni 50 energiáért, ez egy ingyenes egység, és egy rövid ideig nagyon sok minerált képes kibányászni, és ennek is köszönhető, hogy a Terrán igencsak szívós fajta, és nehéz őt így gazdaságilag lekörözni, vagy egyáltalán lépést tartani vele, mert két bázis a Terrának olyan, mint hogyha négy lenne az Ergnek nagyjából, csak így viszonyításképpen. Na, közben itt a szorosban két darab evolúciós kamra kell ki éppen, kicsit lefogva az utat, és most már a második bázis is teljes fordulatszámon pörög, és érkezik egy Infestation Pit, úgyhogy infestorokat, illetve Swarm Hostokat lehet majd látni nem olyan sokára. Közben a Marauderek és a Marinok termelése beindult, és egy Starport is készül. Nézzük csak, sikerült felfedeznem valamit a bázisából? Nem, még semmit. Ő se lát belőlem az én technológiai épületeimből semmit. Úgyhogy egyelőre mindketten sötétben tapogatózunk, de itt már elkészült egy Overseer, amit nem sokára keresztül fogok küldeni a bázisán, hogy meglássam, mire is készül a Terra játékos. Jó, és egy Baneling lesz is készül, úgyhogy semmit sem bízok a véletlenre. És itt egy Changelinget tojt ki magából az Overseer, amit szépen így felküldök. Hát itt a sok Marin már árulkodó, de nézzük csak, igen, és akkor 1, 2, 3 barak, ott egy gyár, és egy Starport is, légi egység. Hát ebből már lehet következtetni, hogy igen erős biológiai hadviselés, plusz még a gyár is helyet cserél a Starporttal, tehát dupla medevac gyártásba fog kezdeni valószínűsíthetően a Terrán. Mindeközben Zerg fronton készül a harmadik bázis, 9,5 percnél. Gyorsítjuk a lingeket, gyorsítjuk a bélingeket, tehát amint megláttam, hogy itt biológiai hadviselésre készül a Terrán, egyből béling és maximális fejlesztés, mindent, amit lehet nekik. Zerglingeket is begyorsítjuk, hogy mire elindul ez a kis offenzíva, 1-2 percen belül, addig jó sok kis zöld robbanó golyó fogadja őket majd a bázison bejáratánál. Terra játékos eddig még mit sem sejt, hogy én mire készülök. Apró kis tipp, a technológiai épületeimet ketté osztottam, egyet a főbázishoz, egyet a második bázishoz, így ha még szkennel is a Terrán, valószínűleg csak az egyiket fogja felfedni, és itt a harmadik bázis is készül, hogy minél előbb tudjam a gazdaságban tartani magam a Terránnal szemben. Az Zergnek mindig érdemes az ellenfélhez képest plusz egy bázissal rendelkezni, tehát ha mondjuk 3 bázisa van az ellenfélnek, egy Zergnek minimum 4-jel kell rendelkeznie, és így tovább. Közben kijöttek a Swarm Hostok is, tehát a jó öreg Swarm Host nem hiányozhat, lehet, hogy ez lesz a védjegyem egyébként, tehát Swarm Host nélkül már nem is játszom az Zergeket, de egyszerűen annyira jók, hogy kénytelen vagyok nélkülük így egyetlen egy meccset is lefolytatni. Na jó, azért nem ennyire durva a helyzet, na közben megindult a Terrán, nem ennyire durva a helyzet, de amikor csak látom, hogy mechanikus egységek, vagy nyerhetek velük, akkor előhozom őket. Őszintén szólva csak akkor nem érdemes előhozni őket, hogyha a légi egységekkel jön az ellenfél túlnyomó részben, illetve a zergeknél a sok kis egység, tehát sok zergling ellen sem túl hatékonyak. Na és elindultak a locustok. Hogy egy Marauder mínusz, egy Marin mínusz, még 2, 3, 4 Marin mínusz. Na és láthatóan ezt a locustot, ha kicsit előbb figyel, akkor hamarabb rommá lövi ez a sok Marin. Plusz még gyógyít is. Jó, és 2 megpapkolt medével készül, ezt szerencsére időben kiszúrtam, úgyhogy a lingeket már küldöm vissza. Itt közben a Spore-crawler elkezdi lőni a gyógyító repülőt, és jönnek a lingek a bélingekkel együtt. És puty a kis robbanó golyók. Ezt a kis offenzívát rögtön rövidre is zárták, és pont még sikerült a medivaknek elmenekülnie az új gyorsító képességének köszönhetően. Na és kis Terrán csapatunk itt parkol, közben szkennelt, tehát látja, hogy itt már Swarm Hostok fészkelnek, illetve a Banelingek is lelepleződtek, úgyhogy innentől kezdve kezdhet áttalentezni, vagy hát átcsoportosítani, ha van egy kis esze a mechanikai egységekre. Na, itt pár videómány készült. Nézzünk egy unit lostot.
Na, a Terrell játékos veszteség listában most már kétszer olyan rosszul áll. Nézzünk egy bevételt. 51 dolgozóm van még, a Terrellnek 64, de hál' Istennek, hála a harmadik bázisomnak, szinten tudom tartani magam vele szemben. Na, megindult ismét az offenzív csapat, egy gyors scan, hogy felfedje a kriptumorokat, illetve a swanhostokat. Hát szegény királynő, az bajban van, de jönnek a lókusztok, a felmentő sereg. Úgyhogy a Terrán visszavonulót fúj. És egy vidómány is érkezik. Na és a lókusztok itt pusztultak el. De már itt az utánpótlás, és jó sok swarmhost is érkezik. Közben pár robbanó golyócskát gördülékenyen utána küldök a Terrán csapatoknak. Abból baj nem lehet. Ekközben a Terra játékos tovább gyártja a marinokat és a maraudereket egy-két merivekkel megtámogatva, és jó sok baneling készül. Hát a banelinget látva, hogy őszinte legyek, egyből kellett volna a mechanikus egységeket hozni, nem pedig további marinokat gyártani, de egy kicsit patthelyzetben van, mert nem tudhatja, hogy én mikor lendülök támadásba, úgyhogy kénytelen még védekező egységeket gyártani. Illetve jó sok vidómány is, amiket meg eláshatna így félúton, hogy azzal kicsit megfogja az előre nyomuló seregeimet. Bár itt is itt jönnek a kísérő overseerek a swarmhostjaimmal, úgyhogy azokat is detektálnám. Swarmhost, overseer, meg valami támogató egység, ez a tuti kombináció. A támogató egység pedig attól függően lehet variálni, hogy épp mivel állunk szemben. Légi egységek, hidra, földi egységek? Hát akkor Zergling, Roach, vagy itt jelen esetben Baneling, ugye a túlságosan, a túlzott Marin jelenlét miatt. Na, közben rendületlenül hajlnak előre a kis locustok. És fejleszti a Terra játékos az ásó karmokat, amivel nagyon gyorsan elássák magukat a vidómánynak, ezáltal növelve a hatékonyságukat. Na, egy szuper gyors medivek kommandó érkezik, hát pont megláttam. És itt már készül egy negyedik, és egy ötödik bázis is a részemről, míg a Terrán most ment ki a harmadik bázisára, és készíti a negyediket, és a harmadik bázis is maximális fordulatszámon pörög. Nézzünk egy bevételi mutatót. Na, a Terra játékos most hirtelen majdnem dupla annyi bevételre tesztelt, mint én. Közben megérkezett itt a kis drop. Hál' Istennek pár baneling a spot kéznél gurult, vagy erre gurult. És még egy drop az északi, észak-nyugati csücskében a térképnek. Jó Terrán lévén két irányból droppol, mert miért is ne. És ami viszont kínos, hogy még mindig tudomása sincs erről a bázisomról, ami meg már itt elég régóta üzemel és gyártja az egységeket, és mivel itt az két bázisomat betámadta, én ide küldtem pár banelinget és zerlinget. Na igen, itt is érkezik a drop. Ezekre nagyon kell figyelni a zergnek, hogyha a Terrán ellen játszik, hogy ne hagyja teljesen védtelenül a bázisait, mindig legyen minden bázisnál valami védőépület. Na, itt ahogy látható, szegény munkásaimat így teljesen lenullázták, és mindjárt elkezdik a hatcherit is lődözni. És itt is zajlik tovább a támadás, sajnos a banelingek nem állították meg ezt a csapatot. De se baj, mert én megnyomulok előre szépen a swarmhostokkal. Ha ő itt támad, akkor a bázisa biztos védtelenebb, vagy másfele koncentrál. És mivel van bőven elég a nyersanyagom, ezért azt megengedhetem magamnak, hogy most ideiglenesen elveszítsek két-három hatcherit a jobb taktikai előnyért cserébe. Na, és ez itt egy elég szorult helyzet, gyakorlatilag Terra játékos itt be van szorítva a második bázisára, és nem nagyon tud kijönni sem. Itt van pár egység, amikkel még esetleg felül bekap... oldalba kaphatja itt a swarmhostokat, de nagyon sok kis robbanó golyócska várja őket itt, illetve a swarmhostokos már előre nyomultak, és folyamatosan fogyasztják el a Terran egységeket. Két vidómány az próbálja ritkítani a locust sereget, de mint hiába túl nagy a létszámbeli fölény. Elvégre zergek. Hopp, még egy vidómány. Pár locust elhalálozott, de
az ingyenesen termelt locustokkal szemben a terránok csak késleltetik az elkerülhetetlen. Na, egy gyors kirohanás, stimmel, megtámogatás, és jönnek a bénlingek. Ezért tartottam itt őket, hogy ezt a szituációt megakadályozzam, és mire a bénlingek elfogytak, megjöttek a locustok. Na, kicsit hátra vonulok a swarmosztokkal, mert itt kezdenek túlságosan kínosan közelben lenni a marinok. Közben jönnek a vidómájnok, de szerencsére itt az overseer, ami meglátja őket. El kéne ásni a vidómájnok a cimbora. De nem. Inkább locust csemege lesz belőlük. És már jön az újabb generáció. Mindeközben újra bázisokat létesítettem a korábbiak helyén, és érkeznek. 28 darab zergling érkezik hamarosan, és fejlesztem a páncélzatot. Közben a Terra játékos már a harmadik szintű fegyver és pajzs sebzést fejleszti a gyalogságának. Hát locustokkal szemben vagy nagyon sok siege tankot érdemes hozni, és akkor azok viszonylag hamar kinullázzák őket, mielőtt még komolyabb kárt tennének, vagy pedig légi egységeket, sokat, minél többet, és egy detektor kísérletében a swarmosztok felé küldeni őket. A zerg légi egységek ellen viszonylag elég sebezhető. Na, és ide akarunk droppolni, de nem fog ez menni, mert itt vannak a kis zerglingek, akik így rögtön közre fogják az újonnan érkező ledobott tárnakat, és szegény szerencsétleneket a halálukba dobálja ők a játékos, és jönnek a locustok, azok a maradékot szépen leköbdösik ilyen savas nyállal. Ott így olvadnak el a Terra játékosok, és jönnek a bénlingek is. Kész. Közben a Terra játékosnak a pénze az fogyóban van, az enyém meg csak továbbra is kitart. Íme a harmadik és a negyedik bázis sikerült megint megépíteni, és hamarosan ide is átcsoportosítom a munkásokat. Közben újabb 8 Swarm Host fog napvilágot látni. Na, és szegény Beard az itt dobta le az agya az égszíjat. Jön a sírás. So OP, tehát so overpowered. Magyarul olyan túlságosan erős. És itt rám céloz, illetve a Swarm Hostjaimra. Hát nem a Swarm Host túlságosan erős, az tény, hogy egy nagyon klassz egység, és ha valaki jól játszik vele, akkor nehéz ellene mit tenni. De abszolút nem túl erős szerintem. Nagyon könnyen lehet ellentámadást létesíteni ellene, csak a megfelelő technikával, és itt ez most pont nem az. Több légi egységet kellett volna hoznia, vagy gyors terren kirohanás, de jönnek a kis golyócskák, és amint a locustok elfogytak, a golyócskák jönnek. Na és ez a jó a bendingekben, hogyha egy kombinálva vannak más egységekkel, mert amíg a terrán lövi a random más egységet, addig ezek átgurulnak a csatamezőn és bele a terrán seregbe. Ha meg a terrán sereg esetleg ki tudja fókuszálni a bélingeket, ha sok van, úgyis egy-kettőbe fog csúszni, vagy pedig a többi egység fogja őket felprédálni. Na, ez a bázis teljesen kimányászva, az első bázis is, a Terra már csak egy bányán, vagy egy bázison bányászik, ezzel szemben én kettőn, úgyhogy simán jók vagyunk, és egy rakat minerálom van, gyakorlatilag azt nézem, hogy melyik országot vegyem meg belőle, és most már a munkásokat küldi csatasorba, az utolsó marinok tartják a frontvonalat, hősiesen küzdenek, de mint hiába. És most már a munkások is itt vannak, élő sorfalat alkotva az egyszer utolsó marin és siege tankkal szemben. Na, és ismét sírás! This is balanced, tehát ez ki van szerinted egyensúlyozva? Hát szerintem elég sok idő telt el azóta, hogy a játékot beta tesztre adták, és szerintem bőven foglalkoztak ezzel az egységgel. Hogy én úgy gondolom, hogy ki van ez egyensúlyozva, csak még nincs meg mindenkinek a megfelelő taktika rá. Ravenekkel, ha jött volna esetleg, akkor meg tudott volna tréfálni, vagy Battlecruiserrel, mondjuk ezt nehéz kihozni, de légi egység, légi egység, légi egység, vagy Banshee.
Na és a maradék egység is elolvadt. Na és itt a good game, és kilépett. Na, ismételten egy Swarmhouse játékot láthattunk. Legközelebb már igyekszem valami másfajta visszajátszást prezentálni nektek, de remélem ettől függetlenül élveztétek ezt a meccset is. Ha igen, ne felejtsetek el feliratkozni, és hamarosan jelentkezem újabb StarCraft visszajátszásokkal. További szép napot, sziasztok!